Van-e visszaút a szenvedély betegségből, amikor már mindenki lemondott rólunk? Sikerülhet-e az, ami nagyon keveseknek? Balogh Csilla szerint igen. A Baranya megyei nő 10 éve szakított a függőségeivel. Korábban alkohol és nyugtatók miatt megromlott a kapcsolata a gyermekével. Szabolcs alig múlt 11, amikor édesanyja kábultan leesett a lépcsőről otthon. Ekkor Csilla önként döntött úgy, hogy kezébe veszi a sorsát, változtat. év elején 1% voltak, és otthon maradtam, és nem igazából tudtam magam amit kezdeni. És feszültségoldásnak és megoldásnak úgy gondoltam, először iszok egy kis sört, akkor iszok egy kis bort a étkezésekhez, aztán ez szépen követte a napi fél liter tömény alkohol, amit elfogyasztottam. Hát ez egy másfél év intenzív ivás után történt, amikor már napi 1 liter tömény mennyiséget fogyasztottam el. Legurultam a lépcsőn, és a fiam volt az, aki megtalált eszméletlenül, és ő hívott segítséget. Az szomorított el leginkább ebben a helyzetben, hogy a fiam volt 11 évesen, a felnőtt helyettem. És mikor másnap belenéztem a tükörbe, megdöbbenve láttam azt, hogy mi lett belőlem, és akkor döntöttem el, hogy ennek véget kell vetnem, és hívtam fel a szigetvári terápiát. Mert oda csak akkor kerülhetsz be, ha te eldöntöd, hogy ne szeretnél mondani a függőségedről, tehát ott nem csak alkoholistákkal foglalkoznak bármilyen függőséggel. Nagyon kedves társakkal találkoztam, és én már ott 1 hét után úgy éreztem, hogy nincs szükségem alkoholra. Megtanuljuk azt, hogy az alkoholizmus egy betegség, amelyből nem meggyógyulni lehet, csak szinten lehet tartani a józansággal. És megtanítják azt, hogy van neked egy olyan döntési lehetőséged, hogy szabad nem innod. 7 év után visszakaptam azt a gyereket, akit ismertem, és ő is azt az anyukát, akit megismert. Azt mondta nekem az ivászatommal kapcsolatban, hogy én voltam neki előtte minden, és amikor én ittam, mindent elvesztett. De most eljutottunk oda, hogy visszakapta azt, amit elvesztett. Magyarországon elfogadott dolog, hogy isznak az emberek. És ez nem, nagyon sokan nem is számolják függőségnek. Ha egy olyan embernek segítek, mint amilyen én voltam ezzel, akkor már megérte, hogy eljöttem, és elmondtam azt, hogy én mit éltem át. És van mindenből kiút ebből is. A szenvedélybetegségekben szinte minden magyar család érintett. Társadalmunk durván megbélyegzi azt, aki felvállalja, hogy problémája van az alkohollal. Változtassunk ezen. Hiszen aki nem kér segítséget, szőnyeg alá söpri a szenvedélybetegségét, az rendszerint tönkreteszi a családját. Ő maga pedig belehal a függőségbe. Nincs választás. Beszélünk erről, hiszen van segítség.